Kimondott szavak. Önök a Rádió Orient heti hír összefoglalóját hallják. A kormány nem enged a magyar emberek biztonságából. Megjelentek a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor program pályázatai. A korrupció nehezíti a Boko Haram elleni harcot. A Rádió Orient e heti hír összefoglalójával Hajdú Eszter jelentkezik. Rádió Orient, a közigazgatás rádiója. A kormány nem enged a magyar emberek biztonságából. Szögezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciáján Simicskó István honvédelmi miniszter. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarország NATO tagként védve van a hagyományos támadásokkal szemben, azonban a gerilla típusú harcmodor kihívások elé állítja. Kecskés Noémit hallják. A terrortámadások váratlanul történnek, így ellenük gyors döntésekre van szükség. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, reagálni kell ezekre a veszélyekre. Simicskó rámutatott, a kormány ezért szeretné, ha szükség esetén az országon belül is bevethetné a katonaságot a terroristák ellen. A terrortámadás, a terrorveszély az váratlanul történik. Váratlanul, hasonlóan egyébként egy természeti vagy ipari katasztrófához. Ezért a gyors döntés és ennek a minél gyorsabb végrehajtása feltétlenül szükséges. Reagálnunk kell az új kihívásokra, megfelelő jogi válaszokat is kell adnunk. Mi ezt szeretnénk, a kormány elkötelezett ebben, a kormány nem enged a magyar emberek biztonságából. Senki sem gondolhatja ma, 26 évvel a rendszerváltás után, hogy bármelyik magyar kormány is diktatúrát akarna bevezetni, és a hadsereggel együtt bevonulna a parlamentbe, és oktalanul, ráadásul a magyar emberekkel szemben kívánna föllépni. Hát a katonák is magyar emberek, magyar állampolgárok, nekik is van családjuk, ők is védeni akarják a saját családjukat, a saját gyermekeiket, ráadásul a közösséget is, Magyarországot, a magyar nemzetet a bajtól, a veszélytől. Ez lenne a feladat, ezt szeretnénk megteremteni. Igenis, a kormány kapja meg a lehetőséget arra, hogy meghozhassa a szükséges intézkedéseket, és ilyen módon, ha kell, akkor a magyar honvédség erre felkészített erőit is igénybe vehessük a terrorizmus és a terroristákkal szemben itthon is, mint hogy ezt megtehetjük külföldön, itthon nem tehetjük meg a jelenlegi jogi szabályozás alapján. Ez a célunk, hogy kellő mozgásteret kaphassunk a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezt szeretnénk, senkinek nem kell félnie Magyarországon, semmilyen eszközzel nem törekszik a kormányzat arra, hogy tisztességes, rendes emberekkel szemben alkalmazza és bevesse a magyar honvédséget, szó sincs erről. A terroristákkal szemben viszont minden eszközzel harcolni kell, és mindenkinek össze kell fognia. Védtelenné vált Európa a tömeges népvándorlással szemben. Mutatott rá a nemzetközi konferencián Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Hozzátette, az Európai Unió tagjai egyetértenek abban, hogy a hosszú távú megoldást csak a migráció okának megszüntetése hozhat. Azt látjuk, hogy az Európai Unió gyengeséget mutat. Azzal, hogy a határait nem képes megvédeni, nem képes garantálni azt, hogy csak a megfelelő határ átlépési pontokon lehessen bejutni az Európai Unióba, ezzel azt a gyengeségét mutatja, hogy ide bármikor bárki eljöhet. Magyarország volt az egyetlen, és mindmáig az első, aki Európa külső határát, Schengen határát megvédte. Ugyanakkor mi kaptuk ezért a legtöbb bírálatot, de ez mellett a bírálat mellett, és az mellett a folyamat mellett, amit ma a nyugat-európai országok mutatnak, a közben láthatóan, ha nem is teljes egészében, de sok szempontból a magyar lépésekhez hasonló lépéseket tesznek, hasonló módon igyekeznek felkészülni arra, hogy előbb-utóbb ennek a migrációs hullámnak véget vessenek. A magyar kormány felismerte azt, és rá kellett, hogy ébredjen arra, hogy bár nagyon szép dolog az, hogyha a kibocsátás okait kívánjuk megakadályozni, és valószínűleg ez lesz a megoldás majd egyszer, hogy magát a lokális háborúkat, a lokális helyzeteket kell rendezni, de Magyarországnak létkérdés az, hogy megvédje a határait. Az Európai Unió nem rendelkezik hatékony határvédelmi rendszerrel. Megjelentek a Kárpát-medence és a nyugati világ magyarságát segítő Petőfi Sándor és Kőrösi Csoma Sándor program idei felhívásai. Jelentette be Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A két program keretében csaknem 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Részletek a Dorján Andrástól. A programoknak köszönhetően augusztusban 100 ösztöndíjas a világ diaszpóra magyarságához, míg 50 fiatal a Kárpát-pedencei szorványhoz indul, jelezte Potápi.
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a pályázati felhívások már elérhetőek a Nemzeti Regiszter oldalán is. Az idén is megjelenik mind a Körösi Csoma Sándor program, mint pedig a Petőfi Sándor programnak a pályázati felhívása, és innentől kezdve megnyílik a lehetőség, hogy mindenki tudjon pályázni erre a két programra. A Körösi Csoma Sándor program, amit én röviden csak KCP-nek szoktunk emlegetni, az idén negyedik alkalommal indul el. Először 47-en voltak a programban, majd azt követően 100-an, és az idei évben is 100 pályázót várunk arra, hogy mind az északi, mind pedig a déli féltekén ebben a programban tevékenykedjen. A Körösi Csoma Sándor programnak a célja, hogy a magyar közösségeknek, illetve magyar diaszpóra közösségeinek, az ottani magyar embereknek, főleg a fiataloknak és a gyerekeknek fejlesz a magyar nyelvtudását, illetve a magyar gyökereit, identitását erősítse. A Petőfi Sándor programban 50 pályázó, illetve ösztöndíjas vehet részt, főleg a volt monarchia területére korlátozódik ez a program. A feladat az, hogy a szorvány magyarságnak az identitását megerősíteni, főleg a gyerekekre koncentrálva, illetve a fiatalokra összpontosítva, és ezt a munkát az idei évvel úgy gondolom, hogy nagyon jól végezték el azok, akik ebben a programban benne vannak. Nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy ez a 150 fiatal, vagy éppen nem fiatal ember, akik részt vettek az idén, tavaly ebben a programban, egy óriási munkát vállaltak el és teljesítettek. Olyan embereket nyertünk meg a nemzetpolitikának, akikre a későbbiekben is bizton számíthatunk, illetve építhetünk rájuk, és az biztos, hogy most már több száz olyan emberről beszélhetünk, akik akár mikor ebben a munkában tudnak dolgozni, illetve sokat adtak az ottani magyar közösségeknek is, és azt is elmondhatjuk, hogy ezek a magyar közösségek is sokat adtak ezeknek a fiataloknak. A rákospalotai kormányablak átadásával megnyílt Budapest 22. új típusú ügyintézési pontja. A 20 munkaállomással és 4 fotófülkével ellátott ügyfélközpont a 15. kerületi hivatal Bácska utcai épületében található. Az átadón Máranna kollégánk járt. Május végéig összesen 30 kormányablak jön létre a fővárosban, ezt követően pedig további 2 iroda nyílik a nyugati és a keleti pályaudvaron. Ismertette az átadón mondott beszédében György István, Budapest főváros kormány megbízottja. Az egész közigazgatási reformnak a lényege az, hogy kevesebb ügytípus legyen bürokrácia csökkentés, ebben még van mit csinálni, és gyorsabban, hatékonyabban intézhessük el az ügyeket. Ma Budapesten különösen nagy nyomás alatt állnak a kormányhivatal vagy kormányablakban dolgozók, hiszen most 8 kormányablakban folyik egyszerre munka, ami azt jelenti, hogy a majdani 30 kormányablakból most a napokban fogunk átadni egy másikat, még 8 helyen folyik a munka, tehát ez a munka nyomás, vagyis ez a napi munkateher, ez még fokozottabban hárul vissza azokra a kormányablakokban dolgozókra, akik elvégzik a munkát. Május követően talán ez valamelyest egyenletesebb lesz ez a teherelosztás, és a kormányhivatal vezetése is azon dolgozik, bevonva a kerületi hivatalvezetőket, hogy még egyszer nézzük át ezt a budapesti jelenlegi struktúrát, az ügyeloszlást, a KKH statisztikák alapján mindazokat a mutatókat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy jó döntéseket hozzunk, és lehetőleg valóban ezeket a munkaterheket egységesen és egyenletesen osszuk el. Az eddig kiépült 242 kormányablakban több mint 600 ügytípus intézhető, ám már tervben van az ügykörök további bővítése, mondta Bajtai Tíme, a kormányablakokért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, az integrált ügyintézési pontok kialakítása mellett zajlik az elközigazgatás kiszélesítése is. A kormányablakok fizikai kialakítása mellett nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy a digitális nemzetfejlesztési program, illetve a digitális jólét program keretén belül
az elektronikus közigazgatás kiterjesztése is folyamatban van. Pilot jelleggel már a nyíregyházi kormányablakban van egy mintegy 40 ügykört gyakorlatban alkalmazó elektronikus ügyintézési fejlesztés. Riportok, helyszíni tudósítások, telefoninterjúk. A hét legérdekesebb témái, legfontosabb műsorai. Kiemelkedő közéleti személyiségek és szakértők, akik első kézből nyilatkoznak nekünk. Önök továbbra is a Rádió Orient heti hír összefoglalóját hallják. A munkaerőpiaci kereslet maradéktalan kielégítése érdekében figyelmet kell fordítani a helyi szakképzési kínálat kialakítására. Ennek érdekében a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal folyamatosan egyeztet a szakképzési centrumokkal. Mutatott rá Kant Csaba, kormány megbízott. A Dorján Andrást hallják. Komárom-Esztergom megyében az eltűnőben lévő tradicionális szakmák mellett az új sláger területeken is bővítik a szakképzési kínálatot, emelte ki a megye kormány megbízottja. Folyamatosan egyeztetünk a szakképzési kínálat bővítéséről. A szakképző centrumoknak fontos szerepe van, hiszen ők azok, akik az iskolákat fenntartják. Nagyon fontos, hogy azokat az irányokat és elveket meghatározzuk, ami mentén a jövendő szakmunkásait képezni kell. Ugye vannak olyan tradicionális szakmák, amik már-már kihalóban vannak, nagyon fontos, hogy itt legyen megfelelő képzés, és vannak olyan mostani sláger területek, csak egy-két példát mondjak, a hegesztő, ugye, ami újra reneszánszát éli, vagy a mechatronikai szakember, ezek mind-mind olyan területek, vagy éppen a CNC esztergályos, ahol komoly erőfeszítésekre van arra szükség, hogy a képzés a tényleges munkaerő piaci keresletet követni tudja. Természetesen szükség van diplomásokra is, szükség van érettségizett fiatalokra is. Nagyon fontos azonban, hogy megfelelő szakmát tanuljanak, megfelelő diplomát szerezzenek. Itt is azt gondolom, hogy ugyan nem a kormányhivatal feladata, de nagyon fontos arra odafigyelni, hogy megfelelő diplomával jöjjenek ki a fiatalok a főiskolákról, egyetemekről, és ne feltétlenül a hangzatos elnevezésekre figyeljenek, hanem arra, hogy az adott diplomával mennyire tudnak majd érvényesülni a munkaerőpiacon. Az országban a legnagyobb értékben Heves megye területén zajlanak beruházások. Több új nagyvállalat települt meg az észak-magyarországi régióban, folyamatosak a kiemelt projektek. Mutatott rá Pajtó Gábor, kormány megbízott. Részletek Márannától. Gyöngyös Halászon nyit üzemet az Apollo gumiabroncsgyár, valamint a Sziát gázgyártó. Emellett Szilvásváradon lovastadion, míg a Visontai Ipari Parkban gabonafeldolgozó épül. Beszélt a fő projektekről Heves megye kormány megbízottja. Az országban ismeretén szerint a legnagyobb értékű beruházás az Heves megye területén zajlik, mégpedig a Apollo Tyres a magyarországi megtelepedésével kapcsolatban. Terveik szerint 2017-ben már termelni fog a gumiabroncsokat előállító üzem, levegőből nyert gázokat előállító, nitrogént és gázokat előállító SZIAD Magyarország is megtelepülött éppen az Apollo magyarországi megtelepedések kapcsán. Ez egy 9 milliárdos beruházás lesz. Jelenleg a kormány meghozta az ehhez kapcsolódó döntéseket, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházással nyilvánította. Egyelőre a földterülethez kapcsolódó kísérletítási eljárások zajlanak. Szilvásváradon egy gyakorlatilag európai szinten is kimagasló műszaki színvonalat képviselő lovas stadion építési munkái kezdődtek meg. Ennek a projektnek az értéke 7 milliárd forint. A nagyvállalatok betelepülésével párhuzamosan halad az Egert a fővárossal összekötő gyorsforgalmi út kiépítése. Pajtok Gábor elmondta, az új utat várhatóan 2018-ban adják át. A Visontai erőmű közelében kialakított ipari parkban kerül sor várhatóan egy úgynevezett gabona feldolgozó megépítésére. Egert az M3-assal összekötő 202 sávos gyorsforgalmi útnak a kísérletítási munkálatai folynak. Miniszterelnök úr elvárása szerint kormányzati ciklus végével 2018-ra át kell adni ezt az utat is. Gödöllői járás azon kevesek egyike, amely még nem rendelkezik kormányablakkal. Urbanics Gábor hivatalvezető kijelentette, ez nem sokára meg fog változni, hiszen legkésőbb 2016. júliusáig Gödöllőn is átadják az integrált ügyintézési pontot. A kormányablaki kialakítás most van folyamatban. Tavaly
Decemberben kezdődtek meg a munkák. Gödöllőn alakítanak ki kormányablakot, aminek az átadója 2016. júliusban történik. Ez a dátum az ügyfelek érdekeit nézzük, akkor távolinak tűnik, ha pedig a kivitelezőt kérdezzük, akkor azt mondja, hogy nagyon közeli, mert rengeteg munka van vele. A most Gödöllőn a Kotlán Sándor utca 3 szám alatti ingatlanunkban, ahol a kormányablak műszaki kialakítása folyik, ott olyan felújítási munkák folynak az egész alsó szinten, amik eltartanak egészen nyárig, és várhatóan júliusban lesz a kormányablak átadás. A kormányablaknak a létrehozása nem jelenti automatikusan azt, hogy az okmányiroda megszűnik, tehát még az is elképzelhető, hogy 3 okmányirodánk lesz egy kormányablakkal, nem tudom még megmondani, de egy biztos, hogy 2016. júliusában kormányablakkal is rendelkezünk majd. Pár éven belül az összes kerületi háziorvosi rendelőt megújítja Kőbánya önkormányzata. A rendelő felújítási terv keretében nyár végéig a Kerepesi úti rendelőnél zajlanak munkálatok. Kovács Róbert polgármester elmondta, az épület és környezete 400 millió forintból újul meg. A kőbányai háziorvosi rendelők nagyon rossz állapotúak voltak. 2010-ben egy 200 millió forintos gyors segélyt kaptak az egészségügyi intézményeink. 10-es blokkokat újítottunk meg, nyilászárókat cseréltünk, de ez csak a gyors segítség volt. Ezután következett a rendelők teljes körű megújításának a programja. Először a Salgótarjáni úti orvosi rendelőt építettük át, bővítettük, majd ezt követte a Zsivaj utcában a következő rendelő felújítása. A program következő állomása a Kerepesi út. Itt egy vadonatúj rendelőt építünk a Gyakorló utcában élő, Gépmadár utcában élő, ez a Királydomban élők számára. Ez az idei felújítás, vagy átépítés, újjáépítés a Kerepesi úton, ez valamivel több mint 400 millió forintból fog megvalósulni, hiszen itt nem csak a rendelő épül meg, hanem a rendelőn túl rendezzük a közterületet, a teljes környezetet rendezzük egy kis sétány, átjáró jellegű növényzetben, burkolatban megnyitott közterület is augusztusra el kell, hogy készüljön. A Boko Haram egy békés vallási mozgalomból lett véres merényleteket végrehajtó terrorszervezetté. A nigériai szélsőséges csoport napjainkban még az iszlám államnál is halálosabb. A korrupció és a nemzetállami érdekek miatt azonban nehéz az ellene való fellépés, emelte ki Marsai Viktor Afrika szakértő. Részletek Kecskés Noémitől. A Boko Haram elleni harc nagy üzlet a nigériai elitnek, így nem érdek a csoport gyors elpusztítása. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója rámutatott, a közelmúltban állítólag 9 milliárd dollárt loptak el a harcra szánt keretből. A Boko Haram elleni háború az egy nagyon nagy üzlet a nigériai elitnek, a nigériai haderőnek. Ugye közelmúltban volt erről botrány, állítólag ugye 9 milliárd dollárt loptak el abból a keretből, amit elvileg a Boko Haram elleni harcra kellett volna fordítani. Boko Haram felkelése alapvetően 3 tartományt, egy szövetségi államot érint a 36-ból. Ráadásul ezek a legperiférikusabbak, ahol nincsenek olajlelőhelyek, a gazdasági szerepük ezeknek a tartományoknak, a nagy nigériai egészet nézve marginális, és igazából Abudzsából nézve, még akkor is, hogy néha a fővárosban is vannak terrortámadások, igazából ez olyan, hát úgy még mederben tartató folyamat. Önök Kimondott Szavak című műsorunkat hallották. További folyamatosan frissülő híreinket honlapunkon találják. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Hajdú Eszter. Kimondott szavak. Önök a Rádió Orient heti hírösszefoglalóját hallják.